Az idei városi és járási ifjúsági katasztrófa védelmi vetélkedőbe 14 alapiskola 4 tagú csapata nevezett be. A főszervező a járási krízis irányító osztály az előírások alapján a Holtvár térségében rendezett versenyen 6 állomás helyet alakított ki, ahol a versenyzők fokozatosan a következő feladatokat teljesítették. Ismereti tesztek kitöltése, lakossági, civilvédelmi tudnivalók, kisebb tüzek lokalizálása, természetbeni jártasság, lövészet légpuskából és elsősegély nyújtás sérülések esetén. Felvételeinken fokozatosan mutatjuk be a versenyzők tevékenységét az egyes állomáshelyeken. A verseny lényegében arra szolgál, hogy a tanulók megtanulják kezelni azokat a helyzeteket, melyek természeti katasztrófák vagy balesetek kapcsán történhetnek. A lényeg, hogy megtanulják, mit kell tenni a civil védelem, a kisebb tüzek eloltása vagy az elsősegélynyújtás során, ha a helyzet úgy hozza. Az eredményhirdetésnél minden csapat kapott jutalmat. A járási bajnokságot az Ötvös utcai alapiskola csapata nyerte meg, a szentpéteri szlovák és a komáromi Komenské utcai iskola csapatai előtt. A győztes csapat megvédte tavaly elsőségét, sőt tavaly a kerületi és az országos döntőt is. Most ismét bizonyíthat.